Ez is lakótelep, de egészen másképp. Több mint 100 évet kell ugyan visszamennünk az időbe, de csak meg kell nézni az aktuális vekerlei ingatlanárakat, hogy kiderüljön, hogy Kós Károly és a környék ez mennyire aktuális és jól beárazott ma is. Ennek az epizódnak tehát két szereplője lesz, Kós Károly és a vekerle. A 19. században Budapest lakossága hirtelen a 2,5-szeresére nőtt. Ugrásszerűen nőtt a kereskedelem és a gyáripar a fővárosban, és ezzel nem tudott lépést tartani a lakásépítés. Ugyan a körúton és a környékén sok gangos bérház épült, de ez nem volt elég a vidékről betelepülőknek. Akkor is kapitalizmus volt, de figyelem, a kormányzat úgy gondolta, hogy neki ebben is teendője lenne. Nem csak munkaerőként tekintettek a vidékről beáramlókra, hanem azt a sokkot is próbálták kezelni, amit a vidékről való távozás, a falusi, kertes, fás környezetből való kiszakadás okozhat. Királyi Pénzügyminisztérium 1912-ben írta ki a pályázatot Európa akkori legnagyobb kertvárosi jellegű lakótelepére. Mert lakótelep ez, csak egészen másképp, ahogy mi erre ma gondolunk. A meghívásos pályázatot az általános tervek elkészítésére az akkor 29 éves Kós Károly nyerte el, és aztán később az egyes háztípusok megtervezésére meghívta a fiatal kollégáit, Zrumecki Dezsőtől egészen Györgyi Dénesig, és még sokakat. Nagyjából 3 típusú ház készült, a mellékutcákban, sor vagy ikerházban családi házak, főleg a főtéren és környékén emeletes bérházak, az egyedülállók számára pedig garzóházak. A fiatal Kós erdélyi mintákat követett, és később azt írta, az emlékezetembe idézett kül- és belföldi téralakítások közül kiválasztottam a szerintem legsikerültebbeket, a Szebeni Grószerring és a Kolozsvári Mátyás királytér. Ezek pozitív tanulságainak tapasztalatai alapján fogalmaztam meg az én javaslatomat. A vekerle telep építése 1908-ban kezdődött, a későbbi névadó, az akkori miniszterelnök Vekerle Sándor kezdeményezésére. A kisméretű telkeket először eleinte munkásoknak szánták. Az első évben kizárólag állami alkalmazásban lévő családfők családjai költöztek be az új ingatlanokba. Később aztán egyre több lett a munkás, majd végül is mégiscsak tisztviselő lakótelepé kezdett átalakulni, mert jött a világháború, és azért ezeknek a lakásoknak az árait mégiscsak a kispolgárság engedhette meg magának leginkább. A vekerlére végül szinte egy közepes kisváros terveztek. 1925 végéig több mint 1000 ház épült meg, összesen 4412 lakással, és többségében 2-3-4 lakásos földszintes házakkal, de a kiemelt helyekre több lakásos és kétszintes épületek kerültek. Kós a később róla elnevezett téren is középkori erdélyi városok szerkezetéből indult ki. Ezen a téren, csillagalakban összesen 8 sugárút fut ki, ezekhez csatlakoznak a kisebb utcák a már említett földszintes házakkal. És persze apró kertekkel, mert a kertvárosi koncepciónak megfelelően az építéskor összesen 50 ezer fát is telepítettek, és a negyed központi kertészete fákkal, csemetékkel, palántákkal is segítette a friss betelepülőket. Közös kertenként 16 gyümölcsfával számoltak, lakásonként 4-jel,
és csonthéjasokra gondoltak elsősorban, mert a környéknek a homokos talaj ezeknek kedvezett. A kerítések helyére pedig ribizli sövényeket telepítettek, és 1917-ben például olyan jó volt a ribizli termés, hogy az abból származó bevétel az a négyszerese volt egy itteni átlagos éves lakásbérleti díjnak. Mert voltak nyilvánvalóan lakásbérleti díjak is. Itt is van kedvencem egyébként, ez a két egymással szembenéző kapu. Az egyik az fából teljesen középkorias, a másik is tulajdonképpen hasonló. Az egyik ez Rumecki Dezső, a másikat Kós Károly tervezte. Kós Károly egyébként sztárépítész volt a Trianon előtti Magyarországon, de 1920-tól ő mégis Erdélyt választotta, kulturális mindenesként, és általunk sokkal kevésbé ismert épületekkel Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön. A Vekerle pedig itt maradt nekünk, és az életképességét jól mutatják a már korábban megidézett ingatlanárak.